Jó napot kívánok! A népszava számolta ki, hogy a nyugdíj törvény alapján novemberben 5, januárban pedig 12%-os emelésre számíthatnak a nyugdíjasok. Ezek utólagos nyugdíjemelések amiatt, hogy a nyugdíjak nem követték az inflációt. Ez azt jelenti, hogy hiába tudta jó előre a Fidesz, hogy a forint az Orbáni infláció miatt történelmi mélypontra süllyed, direkt alacsony inflációval tervezték a költségvetést. A kormány tehát két oldalról szorongatja a nyugdíjasokat, az egyik oldalról a megszorításokkal, a hétszeres gázáremeléssel és az élelmiszer drágulással, a másik oldalról pedig azzal, hogy most a nyugdíjasok hitelezik az államot, akik majd csak utólag kapják meg a valós infláció szerinti emelést. A Demokratikus Koalíció azt követeli, hogy hozzák előre a novemberi nyugdíjemelést. A DK szerint nem lehet egy megélhetési válság alatt a nyugdíjasokkal hiteleztetni az államot. Ez tisztességtelen minden emberrel szemben, aki itt dolgozta és adózta végig az életét. Mire a novemberi vagy a januári emelés megérkezik, idősek idén lesz kikapcsolva a gáz és a villany, és majd költhetik arra az útilagos nyugdíjemelést, hogy visszakapcsolják náluk a fűtést és az áramot. Ez nem történhet meg. Éppen elég baj, hogy Orbán miatt van megélhetési válság Magyarországon, azonnal előre kell hozni a novemberi nyugdíjemelést. Minden kutatás és felmérés azt mutatja, hogy ma egész Európában csak Magyarországon van megélhetési válság. Az Orbáni Magyarország lett az élelmiszer drágulás világrekordere, a magyar forint lett a leggyorsabban elértéktelenődő pénznem. Az Orbáni Magyarország lassan az egyetlen európai ország, ahol nincs érdemi támogatás. Orbán miatt van válságban Magyarország, éppen ezért Orbán Viktor nem teheti meg, hogy a nyugdíjasok pénzéből tömködi a lyukakat a költségvetésben. A DK azt követeli, hogy azonnal hozzák előre a novemberi nyugdíjemelést.